Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szeretettel köszöntöm körünkben Miste és Zsát, Ispánkon, az Őrségben élő pszichológus, sors, terapeuta, nem is tudom, hogy még miket mondjak róla. És azért jött hozzánk, hogy az Európai Ember Sors Feladata a Mihály Korszak Tükrében címmel egy előadást tartson. Én át is adom neki a szót. Átveszem. Köszönöm a meghívást. Feltennék egy kérdést, nem baj, ha nem lesz rá válasz, bár nem tekintem költőinek. Hogyan juthat az ember olyan helyzetbe, hogy egy egész kontinensért kell aggódnia? Mert szoktunk aggódni a családunkért, igaz? A gyermekeinkért, a barátainkért, a szűkebb hazánkért, esetleg az egész országért, hiszen a 20. században volt rá alkalom, de minek kellett történnie ahhoz, hogy egy egész kontinensért elkezdjünk aggódni? Tehát valami nagy változás történik, így érzékelitek? A következő az, hogy ez a kontinens Európa. Egy 4000 éves kultúra, a mitológiai kezdetektől hagyott nyomokat számunkra, akár meg is ismerkedhetünk vele, és most a jelenben azt kell konstatálnunk, hogy valaminek vége lesz. Valami döntően meg fog változni, és valami teljesen más irányt szabnak nekünk a jelenlegi sors lehetőségeink. Mennyiben vonatkozik ez én rám, mint individuális emberre? Mennyiben vonatkozik ez olyan emberekre, akik egyes országokat vezetnek, akik, hogy úgy mondjam, a közéletben prominens helyet foglalnak el, bizonyos képességeik, vagy azok hiánya miatt, és mi az, amit én tehetek, amennyiben tényleg komolyan veszem ezt a krízist. De talán még egy kérdés tartozik ide. Hát mitől európai egy ember? Na mitől? Mit tesz valakit európaivá? Nem is olyan egyszerű, igaz? A plakáton, amit hoztam, egy Makovec mondat van. Gondolom, az ő neve nem idegen. Makovec Imre. Ismeritek? Építész volt. 2011-ben költözött át a másik világba. Elég sokszor megfordult Ispánkon. Az volt az elképzelése, hogy egy antropozófus, szellemtudományos közösségnek épületeket tervez és épít. Hát kettőt meg is épített, úgyhogy mivel a falunk összlakossága 116 fő az Őrségben, így azt hiszem, hogy mi vagyunk elsők az országban az egyfő első Makovec épületekkel, de még rajzolt nekünk egy kápolnát is, aminek a megépítéséért most küzdünk, dolgozunk. Remélhetőleg meg lesz. Nos, ő azt mondta, hogy európaivá a szellemi törekvés teszi az embert. Éljen bárhol Európában, vagy Európán kívül. Ha Európa sorsát, személyes sorsának érzi, akkor ő európai. Na de mit jelent az, hogy Európa? Van-e merszünk egészen a mítikus kezdetekig elmenni? Némi műveltséget is feltételez rólunk, hiszen nem tudom, bizonyára ti is sokszor hallottátok, hogy európai műveltség. Európa egy mítikus lény, nagyon előkelő rokonsággal. Bizonyára sokan ismerik közületek a mítikus eredetet és a történetet, hogy Európa egy király lánya, de már a papájának is nagyon jó a pedigréje, mert Poszeidón isten. Foglalj helyet. Poszeidón isten az apja Agenornak, Fönícia királyának, akinek a lánya Európa. Az édesanyja Líbia, akiről ugyebár ma
ha a térképre nézünk, akkor egy országnevet látunk, Észak-Afrika. Elég zűrös hely lett belőle. Tehát Líbia, Poszeidón. És ez az Európa... Szia. Szabad ide előre jön. Hát neked. Szia. Bocsánat. Tehát a történet úgy szól, hogy Európa a vízparton játszik a barátnőivel. És akkor egyszer csak a habokból kiemelkedik egy aranyszőrű bika. A rendkedvéért meg kell mondanom, hogy némely mitológiákban fehér szőrű bika van. Nekem az arany jobban tetszik. Tehát én aranyszőrű bikáról beszélek. Mind a kettő benne van a kerényi mitológiában. És ez aranyszőrű bika, ez oda csalja magához ezt a gyönyörű lányt, és amikor a hátára ugrik, akkor hopp, elrugaszkodik, és a tenger habjain át eltűnik vele. Gondolom ebből lett nagy kalamajka. Erről nem szól a fáma, de arról igen, hogy Kréta szigetéig úszik vele, és Kréta szigetén a feleségévé teszi, mert közben kiderül, hogy ő nem egy bika, csak természetében az, úgy hívják, hogy Zeus, a görögök főistene. Nem úgy tűnik, hogy Európa túlságosan megörül ennek az egésznek, nincs nagyon megtisztelve, siratja a hazáját, a családját, és akkor álmában megjelenik neki egy másik görög istennő, Afrodite, és megvigasztalja. És azt mondja, hogy óriási ajándékot fogsz adni az emberiségnek, egy új kultúra gyökerezik majd belőled, és innen indul ki Kréta szigetén. Ha valaki járt közületek Krétán, akkor tudja, hogy ha ott téblából a Knossoszi palota a romjai között csodálatos színeket, formákat lát, és valóban 4-4,5 ezer éves leletek, két fiút szül Európa, Zeusnak, Minoszt és Radamantiszt. Minosz ő maga a kultúra alapító, Radamantisz pedig a mitosz szerint az alvilág ura. Tehát belakják a földi világot és a szellemi világot. Ekkor a kettő még egy volt az emberiség tudatában. Tehát az európai tudat kezdeténél nem volt két világ. A fizikai, anyagi világ a valóságnak csak a felét alkotta. A másik fele a szellemvilág volt mindennek az eredendője és gyökere. És ha most azt mondom egy nagy ívvel, itt mi is most a jelenben, hogy nagyon hasonló helyzetben van a mai ember tudata. És többek között talán ez az oka a mai kontinensféltésnek és a krízisnek, hogy az emberi tudat elérkezett 4,5 ezer év után ismét arra a pontra, nem visszatért, hanem egy hatalmas fejlődési év után ismét képes lesz összerakni a valóság mind a két oldalát. Az anyagi világot, ami mind az öt érzékszerve által evidencia lett, és a szellemvilágot, amiből minden gyökeredzik, maga az anyag is. Az én munkám számára evidens az, hogy ennek a krízisnek ezt a tudatváltást és az ebből fakadó új gondolkodást, érzésvilágot és főleg egy átvilágított és önzéstől minél mentesebb akaratot kell felébresztenie az európai lelkekben, és akkor valóban egy új szellemi kultúra jelenik meg a világban, és ezt ismét Európa adja. Az ajándékait a korai korszakból jól ismerjük. Mit ajándékozott Európa a világnak? A művészeteket, a demokráciát és a filozófiát. Mindhárom elég gyatra állapotban van, ha ma körülnézünk a világba. Mintha letelt volna az idejük, és megújulás előtt állnak. Akkor erre is nyugodtan mondhatjuk, hogy talán az európai ember feladata, hogy megújítsa, hiszen az ő öröksége. Ahogy az előbb itt a kamerának mondtam, és ennek a kedves riporter hölgynek, némi műveltségre lesz szükségünk. Vissza kell nyúlnunk a múltba, tisztelt a kivételnek, akinek ez a műveltség már megvan. Én azt tapasztalom, hogy a történelem nem sok embert érdekel manapság, mert gyerekkorától kezdve egy száraz adathalmazt kap.
kiölték belőle a mitológiai valóságot, a szellemi gyökeret. És ami maradt, az információ és adattárolásban megtalálja bárki egy gomnyomásra. De az igazi történelem az az ember legbelső világához szól, mert a történelem az az emberi létesülés, az én történetem, az én kiterjesztett biográfiám, amiben megjelenek korszakról korszakra, építem a múltat a jelenbe, és megyek a jövő felé. Ha így gondolunk rá, és megbarátkozunk ezzel az alapvető tényével az emberi egzisztenciának, akkor igenis elmúlik ez a szárazsága és elvontsága. Tehát a történelem nem műveltség, hanem a szellemileg felébredt emberi lélek iskolázott önismerete. És akkor már érdekessé válik, sőt, cselekvési alappá válik. Tehát, ha megegyezünk abban, hogy egy isteni lény megbízást kap egy új kultúra kivirágoztatására, és 4000 év után, amikor az embereknek már nagyon más fogalmaik vannak a kultúráról, amikor az ember az anyagi világ területén hihetetlen tudásra, kompetenciára tesz szert, miközben furcsa és kicsit paradoxikus módon belső világa egyre gyengül, egyre betegedik. A gondolat, érzés, akaratvilág egymástól leszakadva, kaotikusan, zavarosan működik. Az anyagi kényelem és bőség egyre nő, de csak az emberiség egy töredékének. Az emberiség javarésze a mindennapi létért küzd, miközben azt tanulja az iskolában, hogy civilizációs csúcsponton vagyunk. A nyugat felépítette minden idők legmagasabb, legemberibb és legelőrevívőbb civilizációját. Csak hogy egyszer már ezt hallotta Európa. Hiszen ezen a területen, ahol mi ma élünk, létezett egy hatalmas birodalom, úgy hívták, hogy Római Birodalom. Valójában egész Európa története ennek a Római Birodalomnak a területén zajlott és zajlik. És ez a birodalom is elérte egy csúcspontot, és aztán nagyon-nagyon mélyre zuhant. Sokszor hallom azt a kifejezést, nyilván ti is, önök is, bocsánat. Az angol nem nagyon ismeri a magázást. Tehát azt a kifejezést, hogy a történelem ismétli önmagát, ez nem egészen így van. A történelem nem ismétlődik. Bizonyos események, bizonyos tendenciák újra és újra megjelennek a történelem eleven időáramában. De mindig más és más tudatú emberiségre találnak. Amikor visszanézünk a múltba, és ma tudományok foglalkoznak ezzel, régészet, archeológia, paleontológia és egyebek, akkor elkövetjük azt az érthető hibát, hogy azt hisszük, hogy 3000 vagy 4000 évvel ezelőtt az emberek ugyanúgy gondolkodtak, mint mi. Ugyanolyan érzésekkel mozogtak a világukban, a természetben, a családjukban, a kultikus életükben, mint mi. Semmi sem áll távolabb a valóságtól. Aztán a mai embernek van egy olyan érzése, hogy azért ő tényleg mindennek a tetejét hozta itt létre, és ami a múltban van, ha csak nincs anyagi nyoma, hát akkor nem is nagyon érdemes foglalkozni vele, mert nyilván nem volt elég fejlett ahhoz, hogy egy törött cserépfület itt hagyjon a föld alatt, igaz? Pedig az igazi civilizáció nem hagy anyagi nyomokat. Ami anyagi nyomot hagy, az már egy anyagba süllyedt civilizáció. Az aranykor emberei, azok nem az anyaggal foglalkoztak, hanem a szellemmel. Afelől is egészen biztosak voltak, hogy bármi, amit rögzítesz, igazából nem fogja tükrözni a valóságot, mert a valóság a szellem, és a szellem nem tud kővé válni, ásványivá válni. A lételeme a változás. Tehát ami állandósul, az egyben elkezd haldokolni. Ilyen az ásványvilág, ilyen az anyagi világ. A régiek a gyökérig nyúltak gondolataikban, de ezek a gondolatok nem az elme, az intellektus áramlatai voltak,
hanem az ételvilágból a lélekbe befogadott elsősorban érzések. Bizonyára hallottatok róla, de ha nem, akkor elmondom, Makóvec is nagyon sokat hivatkozott arra, hogy volt előttünk a múlt ködébe elveszett nagy civilizáció, az atlantiszi civilizáció, aminek a nyomát csak szavakban találjuk. Az ATL három betű egy régi civilizáció emlékeképpen ott van az Atlanti-óceán, tehát ott volt egy hatalmas kontinens, óriási kultúrát teremtettek, szellemi kultúrát. Bizonyos okokból el kellett, hogy bukjanak. De az atlantiszi emberiség, bár tudott akár 2 méter magasan röpülni a föld felett, semmiképpen nem lett volna képes arra, hogy úgy gondolkozzon, mint ahogy mi ma gondolkodunk. Ő a teljes lényével fogadta a gondolkodás szellemi áramlatát, és teljes lényével reagált rá. Nálunk, ha a mai embert megnézzük, akkor nagyon világosan látszik az, hogy amikor azt mondom, hogy valaki jó képességű, jó szellemi képességű, akkor mit mondunk? Hát van a fejében, ugye? De hát ez a képesség nem a fejben van. Nem is volt soha a fejben. Ma az embernek az úgynevezett intelligencia kótációját mérjük, vagyis hogy miképpen tud az őt körülvevő eleven világról elvontan, racionálisan és logikusan gondolkodni. És akkor jól fog teljesíteni az iskolában, igaz? Jó tanuló lesz. Az, hogy nem tud igazán gondolkodni, az mellékes. Ha visszaemlékszünk még a magam iskolás éveire, bár nagyon odébb volt, mikor kapott az ember 5-öst? Hát akkor, hogyha figyelt az iskolában, és másnap lehetőleg szóról-szóra visszamondta azt, amit neki mondtak. De hát ez nem gondolkodás. Ez egy automatizmus. Az igazi gondolkodás, aminek most, hogy úgy mondjam, nagyon nagy szűkébe vagyunk, és ki fogjuk küzdeni magunkból, az igazi gondolkodás eleven, egyéni, eredeti, kreatív. Megmozgatja a lelket, megmozgatja az érzésvilágot, megmozgatja a lelkünkben még itt-ott, félalvó állapotban ott lévő régi, magas rendűséget. Olyan értelemben, mint alázat, csodálat, szolgálatra való képesség, meghajlás, engedelmesség a magas rendűség irányában. Ezeket a modern ember kiirtotta magából, és mi maradt? Maradt egyetlen tulajdonság, egy nagyon veszedelmes tulajdonság, okos lett. Okos lett, és számító. Az érdekli, ami neki jó. Az érdekli, amiből haszna származik. Legyen az természet, bármiféle területe az emberi életnek, legyen az vállalkozás. Elsődlegesen okosan felmérem, hogy mit ad nekem ez a dolog. És ehhez képest fordulok oda. Ha úgy ítélem meg, hogy nem, igazából ez nem felel meg az én elvárásaimnak, akkor már el is fordultam tőle. Tehát az érdeklődésem, a közeledésem egy rejtett, néha magam előtt is rejtett, maszkírozott lelki világot tükröz, hogy a mai ember szeret elsősorban önmagának élni, vagy a legszűkebb körének. És ez teljesen ellentmond annak a feladatnak, amit ebben a krízisben lévő Európában ma végre kell hajtani. Mert mi a bajunk? Hogy az aranyszőrű bikából aranyborjú lett. Európa eltűnt. A pénzvágy, a haszonelviség, a szimpla mohóság, önzés sötét felhőjében. Ez az igazság. Senki nem mutathat senkire, mert együtt vagyunk ebben a felhőben. Az ember oly kevéssé ismeri már saját magát, és olyan okosan kigondolta az összes mentséget, arra nézve, hogy hova tűnt a régi lelki ragyogás, hova tűnt a szellemtől áttüzesedő ihlet, az inspirációra való készség, a mások felé fordított figyelem, a sors irányában érzett mély bizalom,
hova tűnt. Az ember elérkezett egy mélypontra. Eredetileg úgy terveztem, hogy mivel korlátolt az időnk, igazából csak képeket szeretnék felvillantani, és azt mondani, hogy amit az előbb mondtunk a történelemről, hogy az a mi biográfiánk, és hogy ez a helyzet, amiben ma vagyunk, ez jó ideje készül. És én gondoltam, hogy az úgynevezett általunk is elfogadott történelemről, most Atlantis félre teszem, mert csak idegesítő lehet, de az általunk elfogadhatónak ítélt történelemből hoznék néhány egymással sorsilag végzetszeren összefüggő számot, és felfűzném egy láncra, ami egyenesen ide vezet, ide közénk. Hogy talán ezzel tudnám illusztrálni azt a fajta gondolkodást, ami nem a fejben születik meg, hanem egy magasabb, vertikálisan magasabb intelligenciát szül bennünk, és annak középpontja a szív, az érzésvilág, ahol, ugye ezt mindenki tudja, ahol lakik adott esetben a szeretet, az önfeláldozás, a bátorság. Nem a fejben lakik. A fejben tulajdonképpen csak egy közvetítő készülék van. Tehát mikroszkóppal szétszedtünk mindent darabokra, a darabok darabjára, az anyag legmélyére hatoltunk, és a mai ember furcsa ellentmondásos helyzetére jellemző, hogy mit keresünk? Már úgy felmetéltük az anyagot, hogy trillió dolláros költséggel még egy ilyen anyag részecske ütköztetőt is építettünk. Biztos tudjátok, Svájcban van, és a föld alatt 100 méterrel őrületes sebességgel ütköztetünk anyag részecskéket. De miért? Hát mert olyan okosak vagyunk. De mit keresünk? Az anyag végső legparányibb részét, vagy egy magyarázatot, hogy honnan ered az anyag. És hát a paradox abban van, gyere ide Zsolti, gyere elő. A paradox abban van, hogy ezt a keresett részecskét úgy hívjuk, hogy isteni részecske. Tehát értitek a modern ember dilemmáját? Hogy őrletes költséggel gépeket zakatoltat, kütyükkel játszik, és az isteni részecskét keresi. De még ennél is érdekesebb, ez az én szakmámhoz egy kicsit közelebb áll, hát ugye 25 évvel ezelőtt a géntérkép. Ez egy nagy dolog volt, hogy egyáltalán most már tudjuk, hogy génjeink vannak. Ugye azt pontosan nem tudjuk, hogy hogy működnek, egyet-kettőt már így elcsíptünk menet közben, és azt, hogy egymással együttműködésre is képesek, de hát a mi tudakozásunk át van színezve a gondolkodásunk által. És ott mindjárt megállunk egy probléma előtt, bár ez nem kéne, hogy probléma legyen, legalábbis Heidegger óta, hogy az ember ahogyan benéz a mikroszkópba, azt fogja látni, amit a mikroszkóp az ő lényének meg tud mutatni. Más következtetéseket fog levonni a látványból az egyik lelkületű ember, vagy a másik. Ugye itt azért megáll az ész, és azt mondja, hogy hogy van ez? Nos, a géntérképészet, ahogy berobbant a köztudatba, rögtön mivé vált? Hát legalábbis előző tartózkodási országomban, az Egyesült Államokban bomba üzlet lett belőle. De szinte azonnal. És már a második évben sikerült milyen génekre rátalálni. A női szervezetben kétféle gént izoláltak, BCR1 és BCR2, mind a kettő leállítja az amúgy normálisan működő génszervezetünkben azt a tevékenységet, ami megakadályozza a tumorok létrejöttét a szervezetben. Ergo mi a következtetés? Hogy ennek a két génnek az állapotából rákos folyamat fog beindulni az emberben. Tehát akinél ez a gén ott van, az azt jelenti, hogy lebénítja a szervezetnek azt a védekező képességét, és nagyon nagy valószínűséggel 50-70-90 statisztikák, ugye, boldogságunk másik forrása, százalékkal rákos daganata lehet egy asszonynak, vagy a méhében, vagy a mellében. Most ez így berobbant a köztudatba,
És olyan hatása volt az emberi lélekre, valami döbbenetes, hogy egészséges nők, akiknél kimutatták ezt a gént, levágatták mindkét mellüket, kivetették a petefészküket. Most egy pillanatra azért gondoljatok ebbe bele. A következő lépés az volt, egyik se volt beteg, csak megjelent mi? A betegség tudat, amit egy teszt alapján beleültettek a lelkébe. Néhány hónap elteltével óriási botrány, mert az a cég, aki elkezdte ezeket a szűréseket, jó pénzért mérte, az a cég, Amerikáról beszélünk, patentet jelentett be minden ember géntérképének erre a szegmensére, hogy ezt az részt csak ő vizsgálhatja. Hát nem szép? Aztán a legfelsőbb bíróság ezt felülírta, de el tudjátok képzelni, hogy hány élet, hány sors, micsoda belső viharokat okozhatott ez, micsoda félelem, bizonytalanság. Eleve a modern ember nem bízik a sorsban. Miért? Azért, mert a modern ember nem hiszi, hogy van sors. Amikor süt a nap, és nekem minden sikerül, akkor még úgy elviselem, hogy van. De amikor beborul esetleg, vagy egy-két villám is megjelenik, akkor felháborodok, vagy megsértők, hogy mi az, hogy velem ez történik. Miért? Miért velem? Mit csináltam? A másik, amivel a modern ember még egyőre csak barátkozik, de nem nagyon szereti, az az egyre nyilvánvalóbb összefüggés, hogy amit teszünk, annak a következményei megjelennek az életünkben. Manapság sokkal gyorsabban, mint akár 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Tehát a sors erők erőteljesebben működnek. A magyar nyelvnek van talán a legszebb szava arra, hogy mi a sors. Ugye mi itt szellemtudományos területen karmának nevezzük, ez egy szanszkrit szó, amit masszívan félre lehet érteni, mert mindenki úgy gondolja, hogyha egyszerűen nem lát kiutat a körülményeiből, nem lát megoldást a dilemmájára, akkor szétveti a karját, és azt mondja, karma. De ez is egy masszív félreértés, ugyanis a karma cselekvést jelent. Tehát ami a sorsban veled történik, az érted történik. És egy kérdést tesz fel, hogy mit lépsz akkor, ha ez vagy az történik. És ezek a történések azért jönnek feléd, mert a tieid, legyen az pozitív vagy negatív. Ki akar belőled hozni valamit, amit enélkül sajnos nem hívsz elő, mert okos lettél, számító, elég vastagon önző, kényelmes, és kihűlt ez a központ, a belső napod. Nyilvánvaló, hogy kontinentális méretekben is beszélhetünk erről, nem? Hogy Európa krízisének ez az egyik igazi gyökere, hogy az európai embernek, az európai léleknek birtokba kell vennie azt a három lelki képességet, amit évezredeken keresztül ültettek belé legmagasabb szeretetbölcsességgel, a földi életet gondozó szellemi hatalmak. Ugye a magyar sorszó a gondviselés. Tehát gondunkat viselik most is, de egy bizonyos irányultságban. Tehát kérdeznek tőlünk valamit. Elér bennünket egy áradat, bizonytalanná, kaotikussá, nyugtalanná, idegessé válunk, és emögött ott van a világkérdés. Mi lesz veled, európai lélek? És mögötte a tudott és ismert feladat, hogy hiszen egy új szellemi kultúra küszöbénél állunk, és ez a krízis azért talál rád, mert méltó vagy erre a krízisre. Ez a krízis egy beléd helyezett bizalom, hogy a megoldás nálad van, és a megoldásból kifejlődhet az, ami eddig hiányzott a gondolkodásodból, az érzésvilágodból és az akaratvilágodból. Mindhárom olyan tulajdonság, amit abszolút a magunkénak érzünk. Mindenki tud érezni, gondolkodni és akarni. Igen ám. De amit eddig műveltünk ezen a téren, az nem sok. Igazán nem sok. A szellemtudomány azt is elmondja nekünk, hogy évezredekig tartott, amíg egyáltalán az érzésvilág megjelenhetett az ember lelkében.
az ember teremtettségének mai fokán, ahol mi állunk, működik bennünk egy hatalmas szellemi entitás, egy hatalmas erő, amelyet nagyon még megnevezni se tudunk, pedig a szellemtudomány úgy nevezi, hogy én. De itt egy magasabb énről beszélünk. Egy szellemi lényről, aki még el se foglalta a maga helyét, teljes mértékben nem tudta áthatni a mi lényünket. Nem tud beköltözni oda, amit évezredeken keresztül, mint lelki alapot előkészítettünk. Majd távozás előtt mindenki kap egy ilyet. Ezt dr. Rudolf Steiner festette 1924-ben, és a 21. század emberének belső állapota. Ez a címe, az ember örökkévaló szellemi énje várakozással tekint a feléje törekvő emberi személyiségre. Ez az a nap, ami az ember belső napja, ez vagyok én igazán, amit láttok, amit én produkálok, az egyelőre ez. És úgy hívjuk, hogy az emberi személyiség. Ugye a mai ember ezen lovagol, éjjel-nappal, személyiségi jogok, személyiségi célok, de a személyiség az csak egy halvány letükröződése a magasabb énnek, ennek a halhatatlan, isteni szikrát magába hordozó lénynek, és az a bizonyos új kultúra, aminek bevezetése az európai emberekre vár, ebből az énből fog fakadni. Akkor innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy meg kell ismerni a belső világunkban az énünknek és a személyiségünknek a viszonyát. Ehhez persze tudnom kell azt, és ma már hozzáférhető ez a tudás, amikor 28 éve ezelőtt elkezdtem itthon dolgozni, semmi se volt. Egy sornyi olyan anyag nem volt, amire támaszkodhattunk volna, tehát csak beszélni kellett és beszélni. De ma már minden ott van, könyvek százai erről a témáról, hogy ennek a lénynek, ennek a magasabb énnek az ideje elkövetkezett. Tehát hosszú alászállásunk a szellemvilágból, őskultúrák lépcsőfokain keresztül, őshindú, ősperzsa, asszír-babilon, egyiptomi, és végül a görög-római, után az ötödik korszak, az európai korszak, és ekkor érlelődött meg az emberiség egy részében, az európai lélekben az a felismerés, hogy ebből a kontinensből, a Földnek ebből a régiójából, az itt élő emberek közös és individuális sorsából fog fakadni egy új énkultúra, és ezt nevezte Makovecz Imre. A kontinens belsejében egy új nap készül felkelni. Ez volt az ő meggyőződése. És tulajdonképpen ezt próbáltam ábrázolni ezzel a képpel is, erről majd később egy kicsit még szólnék. Tehát a lecke fel van adva, a krízis, amivel kezdtük az egész beszélgetést, helyesebben előadást, az pedig a felszíni tünete ennek a rejtőző feladatnak. Ez így elfogadható? Vagy túl optimista? Vagy elhanyagolja a részleteket? Évezredekig alakult bennünk az érzés. Bizonyos szellemi lények jóvoltából az ember meglátta és megszerette mit? A szépséget, a harmóniát. Ennek tetőfokát talán a klasszikus görög művészetben találjuk meg. Az a mérték, az az arány, a szépsége. A tiszta, egyszerű szépsége. Ezt soha többé nem tudtuk produkálni. Ez már beágyazódott az ember belső világába, és akkor lassan következett egy másik, ebből fakadó további fejlődés, hogy az embert a szépség és a harmónia érintette, már magáénak tudta, sőt igenelte is. A mai világban ez is megszűnőben van, mert ma inkább a rondát szeretjük. Sőt, megszületett egy olyan kifejezés, hogy ez olyan csúnya, hogy már szép. A második fázisban, és szintén így a Krisztus előtt 6.-7. században az ember gondolkodásában beállt egy változás. Egyre inkább úgy érezte, különbözően az egyiptomitól, vagy a babiloni embertől, vagy a hindu embertől, hogy én csinálom a gondolataimat, de ez belőlem fakad. Az előző évezredekben élő ember pontosan tudta,
hogy az ételáramot a szellemvilágból kapja. És az ő egyénisége alakít ebből az ételáramból valamit, amit aztán visszasugározhat a világba. De szükség volt erre, hogy az ember ezt is individualizálja. És ekkor ennek erősödésével az érzésvilág mellé, hát ez az intellektuális képesség is lassan kialakult. És az ember a szépség és a harmónia mellett elkezdte keresni, és meg is találta bizonyos értelemben. Máig is keressük, de ez már jobban megfogott bennünket, mert ez volt az igazság. Mi az igazság? Mi vagyok én? Mi ez a világ? Amíg az előző korszakok embere benne élt az őt alábocsájtó szellemvilág kiáradásaiban, a görög ember már eltávolodott annyira, hogy elkezdett azon gondolkodni, hogy akkor ki vagyok én? És mi születik meg? Hát a bölcsesség szeretete, és ezt úgy hívjuk, hogy filozófia. A görög filozófia. Ez volt Európa másik ajándéka. Művészetek, filozófia. Ugye a 4000 évben ez bőven belefér. Aztán a reneszánsz csúcspontjától kezdve még egy hatalmas szellemi vihar az emberben, amiről persze mi semmit nem tudunk, mert csak az anyagi testünket érzékeljük. Nem érzékeljük az energiamezőinket, étertest, asztáltest. Nagyon-nagyon ritkán, kivételes körülmények között pillanatokra érzékeljük az énünk behatolását. Ezt hívjuk ihletnek, vagy inspirációnak, akár intuíciónak, futó pillanatokig tart, mert még annyira nehéz rétegek alatt rejtőzünk az önvalónk felé. De az ember végül mégiscsak belépett abba a fejlődési fázisba, és mindössze 4-500 éve élünk ebben, hogy most már a szépség és a jóság, bocsánat, a szépség és az igazság többé-kevésbé megmutatta magát nekem. Tájékozódtam benne, és valahol elhelyeztem magamat ezekbe a világminőségekbe. És akkor kaptam a következő feladatot. A jó és a gonosz. A sötét és a fény viszonya. Na, ez egy sokkal-sokkal nehezebb feladat, és ma ebben a korban élünk. Ez a tudatmező az, amelyik, ha magára ismer, akkor be tudja fogadni a magasabb ént. Funkcionálisan, magasabb önvalójából tud a világra tekinteni, ebből tud akarni, soha nem önmaga felé, hanem a világ felé, szolgálni tud, és a szabadságát a vállalt felelősségben és az engedelmességben találja meg. Nos, ennek a kornak az első harmadában vagyunk, de nehezíti a dolgunkat az, hogy egy olyan szellem gondviseli az ember fejlődését a Földön, akinek éppen ez a jellegzetes szellemi profilja. Az emberi intelligencia fölemelése, belső nappá változtatása, az új nap megszületése emberben és a Földnek ezen a pontján. Ez a szellem, aki a jelenlegi korunkat irányítja, korszellemnek nevezük, ez pedig Mihály arkangyal, Mikhael. Mostanában, az elmúlt években nem egyszer felbukkan ez a kifejezés, hogy korszellem, igaz? Biztos ti is olvastátok. Korszellem. De soha nem nevezzük meg. És annyira jellemző a mai ember lelki világára, hogy felkapok egy ilyen kifejezést, de nem nézem meg, hogy mi van mögötte. Jó, legyen korszellem, jól hangzik, vagy az újságcikkben megállítja az embert olvasás közben. De ez a korszellem a teremtés kezdetétől fogva 6 másik testvér szellemével, mert 7 vezérlő arkangyalról beszélünk, ugye a Biblia úgy beszél róluk, mint Isten trónusának őreiről, egyedül ő az, aki mindig az emberi intellektus szellemi fejlődését tartja kézben. Tehát amikor mi besüllyedtünk az anyagba, eldobtuk magunkat a magasabb szférákból. Ugye, igen, Éva beleharapott az almába, és mi kilettünk utasítva az étervilágból, és ezt úgy könyveltük el, hogy belebuktunk valamibe. Tehát az embernek alá kellett buknia, meg kellett ismernie az anyagi világot,
bele kellett süllyednie a fizikaiságba, hogy innen fedezze fel a szellemvilág valóságát. Hát mi ez, ha nem egy rettenetesen nehéz, de végtelen nagy bizalom és megtiszteltetésről árulkodó kihívás a teremtő hatalmak részéről. És ennek a korszaknak tulajdonképpen a velejében most léptünk be. Az ember elég mélyre került az anyagban. Túl mélyre is mondhatnánk. De hogy fog ebből kikecmeregni? Az alászállásban követett bennünket valaki, egy olyan isteni lény, aki a maga morális erejéből teremtette meg a mi napkozmoszunkat. Ezt a napkozmoszt, amiben a mi planetáris vidékeinket látjuk, és ezt a gyönyörű kerubi gyűrűt, amit zódiákusnak nevezünk. Ebben a konstellációban zajlik most az életünk. Aki ezt elgondolta és megteremtette, az a teremtés első pillanatától kezdve tudta, hogy utánunk fog jönni, ha eljön az ideje. És megadja nekünk azt az erőt a mély ponton, ami elégséges, hogy elinduljunk fölfelé, de csak akkor, ha mi akarjuk. Tehát adott valamit az embernek, amit mi nagyon nagyra tartunk, és rendkívül sokszor hivatkozunk rá, harcolunk érte, vitatkozunk róla, előlegben ránk sugárzott valamit, amit úgy hívunk, hogy szabadság. És ami, mint minőség, az egész teremtő szellemi kozmoszban nincs jelen. Ugye milyen furcsa? Mert a szellemi kozmosz teremtő lényei tökéletesen átveszik egymás korrelációs feladatát. A teljes lényükkel ráhangolódnak, és soha ettől el nem tudnak térni, mert az ember a lényétől a szellemi magasságokban nem tud eltérni. Mi eltérítettünk, bennünket alá küldtek azzal a céllal, hogy legyen egy jövőbeli hierarchiája a szellemvilágnak, egy olyan tünemény, amit embernek hívunk, és amely a teremtő hierarchikus rendekhez csatlakozva majd egyszer a távoli jövőben hozzon valamit, amit csak ő, ez az ember nevű lény tudott kiküzdeni, és e célból teremtődött az anyag, a sötétség, és az alapvetően eredendő jó mellé a sötét gonosz. És ez az új kvalitás akkor szétárad a kozmoszban, és a szabadság megérint minden teremtő lényt. De ezt csak mi tudjuk megadni a kozmosznak, a bennünket teremtő lényeknek. Ezt dr. Steiner úgy nevezte, hogy az ember lesz a már sorsunkat formáló és gondviselő 9 hierarchikus rendhez csatlakozó 10. hierarchia, a szabadság hierarchiája. Ez hozott le bennünket a szellemvilágból, ez nem a mi akaratunk volt. A mi akaratunk akkor fog érvényesülni, amikor visszamegyünk. Amikor azt akarjuk, hogy részt vehessünk a világ további teremtésében, építésében, vagyis a megváltás művében. Mert aki ezt elgondolta, lényében megteremtette, anyagba öntötte, az anyagteremtéshez egy lényt behívott a teremtés folyamatába, hogy a szellem odáig sűrűsödjön, a fény odáig sziláduljon, hogy anyag legyen belőle. Ez tulajdonképpen a szellemi létnek a legnehezebb, legalacsonyabb fokozata. Mindez azért, hogy ezt a legmagasabbra szánt emberi lényt a legmesszebb lökjük. Mihez hasonlít ez? Ez az egész emberiség sorskrízise volt, nem? A Biblia gyönyörűen leírja, csak képi nyelven. Mi volt az első krízis? Hát amikor kirúgtak a paradicsomból. De ez egy törvényszerű valami volt, hiszen azért teremtődtünk, hogy bennünk a tudás és az élet ketté váljon. Ugye csak az egyik fáról ettünk, csak a tudás fájáról ettünk, és okosak lettünk, és önzők,
De az életfájából nem ettünk. Teremteni még nem tudunk. Teremteni majd akkor tudunk, amikor újra összekötjük magunkat teljes felismeréssel, azokkal a szellemekkel, és a szolgálat vállalásával, azokkal a szellemekkel, akik belénk ültették ezt a történetet, akik ránk szánták a szeretett bölcsesség legmagasabb fokát. Az egész univerzum teremtő ereje maga a legtisztább morál. Ez a mi szubstanciánk, amiből teremtődtünk. És íme kivívtunk egy furcsa szabadságot, hiszen az ember az egyetlen lény, aki saját magasabb természete ellen cselekedhet. Igaz? Ezt a szabadságot már kivívtuk, és az eredményében itt élünk benn. És most jön ennek a következő lépése, a felismerés és a vállalása ennek a feladatnak. Az elején mondtam, hogy ezt a szokásos történelemfelfogással nem nagyon tudjuk megkülönböztetni, illetve felfogni. De ha azt mondom, hogy van néhány évszám, és legszívesebben fölírnám, de nincs hova, akkor próbáljuk ezt tartani. Ha azt mondom, hogy 869, ha azt mondom, hogy 666, ha azt mondom, hogy 1332, ha azt mondom, hogy 1656, ha azt mondom, hogy 1812, 1833, 1861, 1879, 1899, akkor egy olyan láncot bontok itt most eléttetek ki, amely ezt az alászállást minden különösebb régészeti kaland nélkül megmutatja nekünk. Tehát valamit el lehet mondani erről az anyagbazárt világról, hogy apokaliptikus. Ezt is halljuk unos-untalan. De mit jelent az apokalipszis? Megnyilatkozás. Tehát ma hozzáférhetővé vált az a fajta út, amit magunkévá tehetünk, és a gondolkodásunkkal beengedhetjük ezeket a szellemi összefüggéseket. És akkor így látva a történelmet, a leérkezésünk, a különböző állomások, amikor mindig egy szellemi próbatételnek voltunk kitéve, és hát sajnos legtöbbször nem a legoptimálisabb döntést hoztuk. És a mai világ éppen úgy néz ki, hogy most sem errefelé haladunk, de minden egyes epizódban mindig született valami, nem teljesen az, ami lehetett volna, de valami mégis lett. És így haladunk lassan mifelé? Egy önálló, szellemi, felismerő, a dolgok lényébe behatoló gondolkodás felé. És ez a gondolkodás az emberrel felismerteti saját életútjában, biográfiájában, a szellemi erők jelenlétét, sorsképletében a világ sors lenyomatát, és azt a furcsa paradoxot, hogy individuumként rajta múlik minden, de az ember egyedül sose tudja megélni sorsát. Tehát aki érzékelni kezdi, és ez már egy szellemi látás. Én tudom, hogy a legtöbb ember arra gondol, hogy a szellemi látás ilyen színes, széles vásznú képek megjelenése, ez ma inkább, bocsánat, de betegség. A szellemi látás ez a fajta gondolkodás, az inkluzív gondolkodás. Amikor hajlandó vagyok a folyamatot végig gondolni, a kérdéseimmel időt tölteni, amikor hajlandó vagyok a jelenben, a múltba visszanézve, megnézni az eredetét, végignézni a megjelenés előtti állapotokat, és előre is hajlandó vagyok nézni, hogy mi lehet ebből. Aztán felhajtom a felszín réteget, és alánézek. És az új műveltség, amit az európai lelkektől várnak, az ez a fajta műveltség, hogy felfejtem a rétegeket. Ahogy mondtam, az igazság és a valóság rétegek alá menekült előlünk. Mert elvesztettük a felfogó képességünket. Önmagunkra koncentrálunk, hát most mondjam azt, hogy megvesszük az okos szemüveget és leülünk egy állandóan mozgó székbe, és azt hiszük, hogy élünk. Komolyan? Tehát idáig is eljutottunk. De idáig is eljutottunk, hogy az ember látja, hogy nincs tovább. Nincs tovább, valami jön felénk, ami fölteszi a kérdést, hogy elsöpörjünk mindenestől, ha nem is süllyedsz az óceán mélyére, de megszűnsz,
tényező lenni a világban, vagy pedig felveszed a kihívást, a kesztyűt, és azt mondod, hogy jó, akkor áttekintem. Áttekintem, hogy én mit látok bele ebbe a krízisbe. És miért tudta azt mondani Makovec, hogy egy új nap készül felkelni. Pedig ő tudta. Az én életemben ő volt az egyetlen ember, akiben a szellemtudomány úgy jelent meg, a teljes emberségében, mert ő igazi Steiner tanítvány volt, bár sosem találkozott a Földön a mesterével, de ahogy ő írt, ahogy beszélt, és ahogy épített, minden emberi tevékenységéből ezt tűzött át. És ő azért volt akkora élmény őt ismerni és vele dolgozni, mert nyilvánvaló volt, hogy ezt meg lehet tenni. Ezt bárki megteheti, aki vállalja a vele járó munkát. És azt kell mondanom, hogy akit ez a téma egyáltalán megfog, aki leül egy ilyen szobába, és azt mondja, meghallgatom, hogy mi az európai krízis, az azért teszi, nem azért, mert van egy üres órája, hanem azért teszi, mert innen valami sürgeti őt, mint individuumot. Függetlenül a biográfiai helyzetétől, a sors helyzetétől, valami megmozdult benne. És amikor a szellemvilág összefüggéseiről olvas, vagy tanul, akkor nagyon hamar le fog szokni arról, hogy jó, de akkor most hol van ennek a bizonyítéka? Hát ő maga az. Ő maga az eleven bizonyíték. Ő maga az eleven bizonyíték arra, hogy az ember nem fizikai lény, akinek átmenetileg néha vannak lelki-szellemi megnyilvánulásai, hanem szellemi lény, aki átmenetileg, ritmikusan, újra és újra fizikai testet ölt magára, és megjelenik a Földön. A legkülönbözőbb történelmi korszakokban. És egy hosszú fejlődésen átmenve építi magában azt a világot, amit össze akar kötni az eredet világával. Amikorra megtalálja magában a szellemi ént, a szellemi lényt, akinek az egész evolúciója a teremtés célja volt, akkor nyilvánvalóvá válik számára minden, de a kor, amiben a nyilvánvalóság megjelenhet, az apokalipszis. Tehát a tünetei rendkívül kegyetlenek, kellemetlenek lehetnek. Most szeretnék, először is megkérdezem, hogy lehet ezt még bírni, vagy álljunk meg egy pár percre? Még lenne mondandóm, csak most mit csináljunk? Bírjátok? Lehet? Nincs meleg? Van levegő? Elfogyott a levegő. Akkor oxigént. Erről az ábráról szeretnék beszélni, mert a történeteiből elmondom, hogy hogy működik a végzet, a sors, a karma a 21. században. Én 28 évvel ezelőtt jöttem haza újra Magyarországra, 21 évesen elszöktem, de hát a legtöbben nem ismeritek azt a kellemes társadalmi rendszert, amit szocializmusnak hívnak. Én abban nőttem fel, igen, tudom, én abban nőttem fel, és 21 évesen úgy lett belőle elegem, hogy elmentem, elszöktem innen. Aztán 21 év múlva, 42 évesen hazajöttem, és elkezdtem ezt a munkát. Időközben ismertem meg a szellemtudományt bizonyos körülmények között, és bizonyos körülmények között olyan erők és állapotok jelentek meg az életemben, amiből azt a következtetést vontam le, hogy én ehhez értek, ehhez van képességem, valószínűleg ez a feladatom. És akkor hazajöttem. És elkezdtem dolgozni ebben az őrségi kis faluban, azóta is ott élek és ott dolgozom, a gyerekeim felnőttek, a férjem már a teljes életet éli oda át, én pedig lapátolok itt tovább, és még egyszer nagy élmény volt Makovecsel találkozni és dolgozni, mert egymásra ismertünk. Aki egyazon szellemi áramlatban éli az életét, azok egyfajta testvériséget éreznek. No, ez nem érzelemnyilvánítás, vagy valamiféle ilyen felhabzó lelkesedés, hanem ez egy belső bizonyosság, egy erő. Ebben az emberben hatalmas erő volt. Bármit csinált, mindent
világszínvonalon csinált, konokul és megvesztegethetetlenül. Olyan morális erő volt benne, amivel nem találkoztam még. De ő is valami olyasmit mutatott, mint a szellemtudománya alapítója, dr. Steiner, ami ennél az embernek majd válnia kéne. Csak még van vele egy kis munka. Makovecz olvasott, tanult Steinerről 21 éves korában, egy budai lakás nappaliának a zongorája alatt kucorgott egy barátjával, ahol akkor már, ez a 60-as évek, 56 után, akkor már ilyen gépelt másoló papíron titokban terjesztették a szellemtudomány előadásait, de hát akkor ezért elvitt a rendőr, nagyon kellemetlen helyekre. De ennek az ifjú embernek ez annyira kellett, hogy ott már nem volt hely a nappaliban, csak magánlakásban tudták ezt csinálni, nem voltám ilyen, hogy ott van a tévé. Akkor az ávó jött értük, és elvitte. Tehát annyira kellett neki. És ahogy befogadta, és ahogy megküzdött vele, nézzétek meg az épületeit, a formáit, az elevenségét mindennek, amit itt hagyott. De a lénye még ennél is elevenebb volt. Ő mindig azt deklarálta magáról, és higgyétek el, nem volt elkényeztetve a sorsától. Azt ne higgye valaki, hogy valaki meghajol az élet feladata előtt, és ezért hullik rá az arany, meg a dicséret. Pontosan fordítva történnek a dolgok. Mert miért? Hát mit jelent az életben a próbatétel? Hát semmi más nem jelent, mint a szellemi hatalmak beléd helyezett bizalmát. Azt most tegyük félre, hogy néha a saját hülyeségünk miatt kerülünk olyan helyzetbe, amikor bírhatatlan körülményeket teremtünk, ismerős? De ahogy erre reagálunk, és ahogy ezt megoldjuk, és ahogy ezt emelkedésre használjuk, az már a szellemi hatalmak szemében, hogy úgy mondjam, egy piros pont. Tehát a próbáktól nem érdemes futni vagy félni, legyenek azok fizikaiak, betegség, bármi félelem. Egyszerűen azért van, hogy kihozzon belőlünk valamit, amit másképp sajnos nem hozunk elő. És ez a mai ember, a mai modern emberiség számára abszolút szükségszerű lett, és ezért kínlódunk annyira. Azért lett népbetegség, a depresszió, mert magunktól nem mozdulunk. Elfakultunk, ellustultunk, elgépiesedtünk, verjük azt a nyavajás számítógépet 300 percet naponta, és lassan megválunk a gondolkodó képességünktől, a memóriánktól, a társainkkal való kommunikáció képességétől, és azt hiszük, hogy jól mennek a dolgok, és örülünk az újabb kütyüknek. Hát ha ide jutott az ember, akkor számítson rá, hogy az ő életét óvó, gondviselő, szellemi erők bedobnak majd egy-két baltát az ablakon, hogy végképp el ne kutyulódjon. Így van? Tehát gyártjuk a próbáinkat, és kapjuk őket. Néha a tisztelt jeléül, néha pedig egy ilyen fenséges tanító mozdulat miatt, amit minél fiatalabban felismerünk, annál jobb a helyzet. Nos, Imre olyan volt, aki ezt elég korán felismerte. Szó szerint akarom őt idézni. A Kárpát-medence embere lettem, és talán nem dicsekszem, ha azt mondom, hogy Szent Mihály vitéze voltam a végeken, ahogy Balassi Bálint vagy Lechner Ödön, Kós Károly és mások. Hittem, és máig hiszek abban, hogy mi, akik valaha Európa közepe voltunk, most kelet és nyugat határán, a senki földjén méltán jelenthetjük a Jóistennek, teremtményei között nem vagyunk alábbvalók senkinél. A fenséges nap népének fiaként születtem meg. Házainkban nem csak a természet isteni erejét, hanem a holtakat is megidézzük, hogy egyensúlyt és tudatos jelenlétet teremtsünk ég és föld, múlt és jövő között, és szemben álljunk azokkal az erőkkel, amelyek személytelen intelligenciával, egy új ruhába öltözött internacionalizmussal összemosni akarnak bennünket, gondolkodni alig képes perszónák tömegévé. Na milyen ez a diagnózis? Ugye, hogy jól látta? A személytelen intelligencia célja, hogy leépülésünket természetesnek tartsuk, s a fekete lyukba zuhanásunkat lassítva jótevőnknek érezzük őt és szolgálóit. Érzelemtől mentesen szemléli erőfeszítéseinket, ahogy mint egy álomba merülve emlékezni próbálunk eredetünkre, erőnkre, szépségünkre, az első Ádámra.
A kontinens belsejében egy új nap készül felkelni. Ebben bízom. Van-e a személyes életünkben, a saját személyiségünkben olyan szabad vegyérték, amelyhez köthető a csoporttudat, a nemzet, a történelmi és a célok között található közösségi tudati erő, mely válasz bármely külső motivumra? Azaz van-e még nemzetalkotó belső hajtóerőnk? A magyar nép egy ősi ragozó nyelvet beszél, nyelvében él, és érzi, hogy a haza a magasban van. Viharos évszázadokat élt meg, ismert történelme során többször is csak nem kiirtották. És most is fogy, mert ez a század is annyi pusztulást és megaláztatást hozott számára. A 20. század bűne a Sanctus Spiritus, a Szent Szellem elleni bűn, az egyén lélek és a nemzet lélek elleni bűn. De új nap akar lenni, a kereszténység maga meg fog jelenni. És ennek az új kereszténységnek, megismerésének egyetlen útja az azonosulásban fogant kapcsolat a szeretet mindennel, éggel, földdel, növénnyel, állattal, emberrel. A fehér ember lába alól rég kicsúszott a talaj. Vezetői kiválasztottaknak tudják magukat, de megszakadt a kapcsolatuk a kiválasztóval. Az inga nem tud visszalengeni, a parabola emelkedő szárán nem tudunk elindulni lefelé. Az időszámítás kezdete körül minden megváltozott. A földhöz közelítés, a zuhanás emlékező kultúrája törlődött. Ma újra ébredezni kezd bennünk. Új föld, új nap kora kezdődött. Ez a bizonyos pillanat az időszámításunk kezdete körül, amikor a napkozmosz teremtő szelleme az emberiség fejlődésének mélypontján és kritikus pillanatában alászállt, utánunk jött. Rudolf Steiner ezt azzal a meghökkentő kifejezéssel illette, hogy a megváltás előbb volt, mint a teremtés. Aki mindezt megalkotta, utánunk jött, mert tudta, hogy mire vagyunk szánva, és azt is tudta, hogy hogyan fogunk eltévedni. Nem rótta fel nekünk, utánunk jött, átélte 3,5 évig egy emberi testben azt, amit isteni lény még soha. És aztán feláldozta ezt a testet egy kereszten. Ez a Golgota misztériuma. Itt kezdődik a kereszténység, de az igazi megjelenése még várat magára. 2000 év nem volt elég, mert ha belegondolunk, ebből 1800-1900 év még a Kali Yuga sötétségében telt. De az utolsó 100 évben megjelent a lehetőség, a 20. században. És ekkor jelenik meg az ellenhatalom, a bitorló fejedelem, az anyaga hazugság ármánya, mert mi így hívjuk ezt a lényt, hogy ármány, és mindent elkövetett azért, hogy elpusztítson mindent, amihez hozzáér, és mégis itt vagyunk. Mégis itt vagyunk. És ugyanabban az évben, amikor vége a sötét korszaknak, feláll valaki Európa közepén, és elkezd beszélni az ember kozmikus teremtési folyamatáról, a kozmológiáról, az emberi lény fokozatos évmilliókon át történő megteremtéséről, ennek következményéről a mai ember felépítésében, és az ember fejlődési ösvényéről, amin most saját akaratából elindulhat. Ez a valaki volt itt Európa közepén, a modern szellemtudomány földrehozója, dr. Steiner. Amikor egy szellemi áramlat a földre akar jönni, akkor kell keresni egy megfelelő helyet. Közép-Európa ilyen megfelelő hely volt, hiszen itt született a rózsakeresztesség, a huszita mozgalom, a reformáció, a romantikus kor, a filozófiák itt virágoztak az újkorban, az idealizmusok itt virágoztak, Goethe, Schiller. Tehát itt volt előkészítve az a bölcső, amiben aláinkarnálódhatott a modern szellemtudomány egy ember által. És ez a szellemtudomány csodák csodája túlélte a 100 évet. És itt van velünk, és ebből a szellemtudományból fakadóan mondhatta Makovecz Imre, hogy új nap készül felkelni. Mert ahogy az emberek hordozzák ezt magukban, az egy hatalmas erővé válhat, mert nem mennyiségi erőről beszélünk, hanem arról, hogy a szellemi tudat, az én tudat megjelenése egy-egy lélekben,
egy kontinens auráját, erőterét képes megváltoztatni. És akkor a szellemvilág, amely valaha nagyon közlékeny volt, hiszen gondoljatok a görög istenekre, ugye a görögök isteneknek nevezték azt a 9 tagú hierarchiát, akik a teremtést levezényelték Krisztus vezénylete alatt. Ők mindenféle neveket adtak ezeknek az isteneknek, de a hierarchiákról még a középkorig tudtunk. Hát 1508-ban Sponheim, egy német városkának az abbéja, egy könyvet írt arról, hogy a másodlagos intelligenciák az atya, az univerzum fenntartó atya szellemének területén úgy működnek, hogy 354 évenként egy-egy arkangyal, egy-egy történelmi korszakot kifejleszt a Földön. Tehát ez a tudás megvolt, csak eltűnt. Dr. Steiner mindezt visszahozta, és oda kínálta a mai embernek tudván, hogy ezen fog múlni Európa jövője. Tehát azt próbálom érzékeltetni, hogy én tulajdonképpen ezért hoztam ezt el, hogy felébresszem minden egyes emberbe, aki itt ül, hogy ő beletartozik ebbe a folyamatba. Mert magam nélkül semmiféle változásra nem számíthatok a világban, vagy igen? Tehát Isten szellem, ember nélkül nincs változás. És ebben a változásban magamra kell számítanom, ahogy én rám számítanak az engem aláeresztő hatalmak. És nehogy már odaengedjem magam annak az illúziónak, hogy ugyan már én mit tehetnék, mindent. Mert mindig egy ember kezd el valamit. Ahogy Makovec mozgott a fiatalok között, ahogy teleépítette a Kárpát-medencét épületekkel, bár a Szent Mihály katedrális, amit Budapestre szánt, még mindig csak tervezés alatt áll, mert vannak ellenérdekelt hatalmak. De akkor is meg lesz. De ehhez emberek kellenek. Jó magam számára az európai feladat és krízis tulajdonképpen akkor vált hangsúlyossá, hiszen a süllyedést, a züllést, a pusztulást éreztem. Éreztem én Amerikába is, Afrikába kevésbé. Az afrikai ember, legalábbis amíg a fehér ember túlságosan nem modernizálta a törzsi életet, egészségesebb volt nálunk. Még bizonyos szellemi látással is rendelkezett. 4 vagy 5 törzset ismertem meg úgy, hogy köztük mozogtam. De Amerikában már nyomát sem találtam ennek a szellemi alapnak a lelkekben. Ott az anyag uralkodott, és uralkodik ma is. De nem Amerika feladata ez az én kultúra, hanem Közép-Európáé. Nem Nyugat-Európáé, Közép-Európáé. És akkor egy pillanatra nézzetek rá most a tévéképernyőre, meg a térképre. Miről szól a dal? Hogy Közép-Európára figyel a világ. Igaz? Egyre többen emlegetik Közép-Európát. Jó, nem a leghízelgőbb tónusokban, azt elismerem, de a figyelem rá irányul. Valami készül. És ez a szellemi kultúra készül a felszín alatt. Ennek nem lehetnek intézményei, nem lehet elnöke, nem lehet államtitkára, nem lehet kinevezett biztosa. Mert ez szabad szellemű individuumok, szabad szövetségéből épül, ami nem is hoz létre látható struktúrákat, ha szabad ezt mondanom. Na most 2015-re ebben az ispánkon végzett munkában oda jutottam, hogy egyre inkább érződött, hogy a szellemi kultúra a lélekben akkor tud igazán megjelenni és gyümölcsözővé válni, ha az ember a saját életútjában végre, saját maga számára bizonyíthatóan fölfedezi a karma jegyeit, vagyis az őt kísérő szellemi hatalmak jótékony mozdulatát az életében. Az a biográfiám eseményei, fordulatai, negatív, pozitív értelemben egy mintáról tudósítanak engem. És aki ezt figyelmesen végignézi, annak lesznek sejtései arról, hogy a világ karma ugyanígy működik. Na és ebben a folyamatban egyszer csak a kezembe került egy cikk. Újra a kezembe került, mert tulajdonképpen 2001-ben kaptam én egy gépelt papíron egy cikket, és rajta ezt az ábrát, szerintem ilyen szépen, egy fekete-fehér ábrát, és alatta néhány sort angolul. És akkor elolvastam, és a cikk arról szólt, hogy 1939. november 28-án
Londonban egy migráns, egy Ausztriából, a nácik elől Angliába menekülő orvos, szellemtudós, Steiner tanítvány ül a Paddingtoni pályaudvaron, vár a vonatjára. És egy darab papírra lerajzolja ezt a képet, és azt írja alá, hogy ez Európa jövőjének a pecsétje. Ez az új Grál misztérium, amelyik a 9. században megjelent Európa életében, aztán eltűnt, és most a 20. 21. században újra meg fog jelenni, hogy Európa sors feladatában az ereje megnyilvánuljon. Ez az új Grál templom, az egyes csillagok, az egyes nemzet csoportjai Európának, egyes nemzetek, illetve két-három nemzet, aki azonos szellemi feladattal és képességgel inkarnálódott erre a kontinensre, ezért természetes együttműködésre van ítélve, és középen a közép, ahol ez a nemzet szövetség, ez a középen életre fogja segíteni az új Grál tudatot, az új kereszténységet, amit Makovec még úgy is hívott, hogy a megváltás művének folytatását és napi megélését a szociális életünkben és minden területen, ahol cselekvőképesekké válunk. Ez a közép napja, ez az, ami kelőbe van Európában, de ez ugyanakkor az emberre ráfordítva, ez a szív intelligenciája. És alatta érdekes ez a félhold, mert a félhold tulajdonképpen egy előző korszak, több ezer éves korszak éltető és vezető energiája volt, hiszen az emberiség igen sokáig úgynevezett hold szintig tudta csak a tudatát kiművelni, még a beavatottak is. De ennek elmúlt az ideje, és a holdnak most támasztania kell ezt az új napszellemiséget, ezt az új európai kvalitást. Most egy pillanatra szakadjunk el a képtől, és nézzétek meg, ha itt van Közép-Európa, mi jön ránk délről? A félhold vallása. Az iszlám. Tehát a kérdés az, hogy támasztani fog, vagy elsöpör. Ez az európai kérdés. És ez az ember lerajzolta ezt, és odaírta, hogy minden egyes európai lélekben meg fog jelenni ennek a rajznak az értelme. És akkor 2 óra múlva a vonaton meghalt szívrohamban. A tanítványai a papírjaik között megtalálták, és 1943-ban egy osztrák tanítványa, aki szintén Angliába menekült és felvette a Joanna Scott nevet, írt erről egy könyvet, Európa jövője címmel. És amikor én ezt kezembe fogtam, ezt a cikket, újra a kezembe került, majdnem, hát 2000 után, 2015 januárjában, és azt mondtam, hogy muszáj ezt valahogy megszerezzem. És hát nem lehetett megszerezni, mert 43-ban írta, 44-ben kiadták a II. Világháborúban, nem tudom hány száz példányban, de hát nem. És akkor Ispánkon oda költözik egy fiatal házaspár, aki az antropozófiát szeretné tanulni. Sokan jöttek így Ispánkra, sokan el is mentek, és neki mondtam a Tamásnak, hogy már minden könyvkutató szolgálatot megkerestem, de nincs. 3 hét múlva az asztalomra tette az új-zélandi közkönyvtár kiselejtezett példányát. És akkor én leültem, és a fiammal lefordítottuk. Időközben megérkezett az iszlám migráció első hulláma, már kész volt a könyv. És aztán december 10-én megjelent ez a könyv, és azóta dolgozunk ezzel a könyvvel, és járjuk az országot, és szervezünk konferenciákat. De nem is ez a lényeg, hanem nézzétek, hogy működik a sors. Ha aktív vagy, ha valami megfog gondolatilag, ha bele tudsz érezni, ha van egy intuíciót, hogy ez most kell és fontos, mert itt az idő, akkor a sors a látszólag üres terepen egyszer csak oda teszi eléd. Így van? Pontosan időzítve, így működik a sors, de csak aktív lelki életre tud válaszolni. Tehát elmélázza, hogy jaj, de jó lenne ez a könyv, és ezzel vége, azt nem lehet. Akkor az ember olyan lesz, mint egy Rottweiler kutya,
belakasztja a fogát, és addig megy, amíg meg nem találja. És akkor így lett ez a könyv. És ami érdekes, ugye 39. november. '53-ban az Európai Unió elfogadja a csillagkört a zászlajára, de a közép üres. Az Európai Unió nem akar egy közepet, és nem akar egy új szellemi kultúrát. Csak hogy ez a közép nem üres, hanem egyelőre láthatatlan. És a közép népeinek, és ezt elég tisztességesen felsorolja Steiner, igen, a magyaroknak, az osztrákoknak, a cseheknek, a szlovákoknak, a nyugati szlávoknak a feladata, ennek az új szellemi kultúrának a kifejlesztése a világ sors számára. Hát ezért van nekünk bajunk az unióval. Mert ez így sose lesz unió, enélkül a közép kultúrája nélkül. Enélkül csak egy új diktatórikus rend lesz, egy feltámasztott és pusztulásra ítélt új római birodalom, aminek már egyszer véget vetett egy népvándorlás az 5. században. Ugye kezdték a hunok, és befejezték a magyarok. Elindult Attila, végigvágott Európán, meghozta nyomában ezeket a friss északi népeket, a germánokat, szászokat, alemanokat, vandálokat. Európa benépesült, kigyulladt a Szent Grál fénye a 9. században, 848-ban Parsifal Grál király lesz, egy svájci helyen elrejtett palotában, tehát itt az impulzus a lényeg, és nem a tárgy, és 896-ban megérkeznek a magyarok, és bezárják Európát. Ők az utolsók, akik jönnek. A hunok jönnek először, a magyarok jönnek utoljára. A két fiú, emlékeztek? Hunor, Magor. És bezárják Európát, és kezdődhet a feladat. És most itt, a 21. században, mi magyarok kellés közepébe vagyunk ennek a feladatnak. Eddig azért voltunk, és azért nem múltunk el, mert most látunk hozzá az igazi feladatunkhoz. És erre a feladatra mindenki meg van hívva. Képesség, hajlam, bármiféle tehetségre való tekintet nélkül. Aki meghallja és belerezdül, az megteheti, amit igazán akar. Ennyit szerettem volna elmondani. És köszönöm, hogy meghallgattak. Egyébként a könyveinket idehoztuk. Ez az Európa könyv is itt van. Aztán megcsináltuk Rudolf Steiner egyetlen magyar tanítványának, Nagy Emilné dr. Göllner Máriának a memoárjait, ez pedig a magyar népszellem és az antropozófia. Ő kijutott dr. Steinerhez 1924-ben, hazajött, és másfél évben megcsinált az első Waldorf iskolát a Kisvábhegyen. Aztán férjhez ment a Bethlen kormány igazságügyminiszteréhez, Vámosi Nagy Emilhez, és onnantól kezdve 1944-ig minden magyar börtönben ülő rab ingyen kapott egy újságot bizalom néven, ami Csurig volt szellemtudománnyal. Tehát cselekedni lehet bárkinek, éppen ott, ahova a sors helyezi, és éppen azokból a képességekből, amiket egyrészt kapott, másrészt hajlandó magában kifejleszteni. Ja, és persze még egy percet adjatok. Európa gyermeke, Kaspar Hauser, aki említettem az évszámot, megszületik Szent Mihály napján 1812-ben a karlsruhei hercegi palotában. Három nappal később elrabolják, és a helyébe tesznek egy haldokló csecsemőt. Elviszik ezt a trónörököst, aztán bejelentik a halálát, egy farmon nevelik 3 éves koráig, és aztán 16 évesen, 1828 pünköst hétfőjén ismeretlenek, miután 13 éven keresztül emberi kontaktus nélkül, napot, holdat, fényt nem látva egy kastély pincelyukában ülve létezett, kenyéren és vizen, egyszer csak valaki belép a cellájába, a vállára dobja, és kiteszi Nürnbergben a piac tér sarkán. Felöltöztetik, és a kezébe nyomnak egy papírt, hogy Kaspar Hauser a nevem. Rejtély, hogy
miért engedték szabadon, az kevésbé rejti, hogy kik rabolták el és miért. Ez a fiú az első pillanattól kezdve, aki csak találkozott vele, azt mondta, hogy ez a gyerek Európa gyermeke. Hihetetlen képességeket hozott. Steiner volt az, aki rávilágított a lényére, hogy egy olyan szellemlény jött a Földre, aki Atlantis óta nem is járt a Földön. De feladata lett volna a közép-európai szellemi kultúra előkészítése. 1833-ban 21 évesen meggyilkolják. És azóta több száz könyvet írtak róla. Ansbachban, a városkában, ahol megölték, minden két évben összejönnek a fiatalok, és koncertek és színdarabok vannak. Miért? Hát ez csak egy névtelen lelenc volt. Nem, egy hatalmas szellemlény, aki kegyetlen sorsot kapott. Na, az ő életrajzát is elhoztuk, mert az ő léte és halála nagyon sok mindent determinált Európa számára. Tehát amikor Steiner megjelenik a Földön 1861-ben, nincs a bádeni trónon egy olyan király, aki a szellemi kultúrát, hogy úgy mondjam, iskolai tananyaggá teszi, és előkészíti azt, amiben ma nekünk munkánk van. De érdekes módon nem csak, hogy fennmaradt az emlékezete és a lénye, de hatalmas inspirációk születtek a lényéből, például a Camp Hill mozgalom, ha hallottatok róla, 80 országban van jelen a világban, ahol fogyatékos gyerekekkel és felnőttekkel bentlakásos falu közösségekben élnek fiatalok. Önként dolgozva a szolgálat kedvéért, egy hatalmas szellemi tett. És a 21. század Kaspar Hausere, Erik Osika, az édesanyja Hilke Osika, egy Svédországban élő, nálam körülbelül 10 évvel idősebb pszichológusnő, akivel néhány évvel ezelőtt ismerkedtünk meg. 5 gyerekéből 3 fiú autistán született. És már felnőttek, mire ő megtalálta a kommunikáció módját, mert egyik sem tud beszélni, olvasni, nem jó a látásuk, nem jó a mozgásuk, tehát nagyon korlátozottak. Megtanult egy olyan kommunikációt, ahol a testet érintve, a betűket már felismerve tudtak egy papírlapon lassan mozgó ujjakkal mutatni, hogy mit akarnak mondani. Később a számítógép elé ültette őket, és akkor a 3 fiú elmondta előző életeit. Nyitva van mögöttük a szellemvilág, és azért jöttek ilyen korlátozott fizikai képességekkel, ilyen lefokozott inkarnációba, hogy figyelmeztessék az emberiséget, hogy nagyon-nagyon vékony a réteg, ami még eltakarja előlünk a szakadékot. Ezt 2 kötetben jelentettük meg, a velük való párbeszédeket, és reményeink szerint még ebben az évben sikerül egy dokumentumfilmet forgatni velük, az édesanyjával és a fiaival is, majd ezt is közzé tesszük. Tehát itt van Kaspar Hauser a 21. században. Tehát a fejlődés érdekében a hierarchiák mindig újra és újra megjelentetnek valakit, aki figyelmezteti a világot. Most már tényleg befejeztem. Köszönöm.